Az, hogy nálunk befutcsolt ez a fajta beavatkozás, mondhatjuk isteni szerencsének, mondhatjuk erős kormányzásnak és sok mindennek, de hiába vagyunk kulturálisan és földrajzilag egy térség, ugyanaz a recept valahol beválik, valahol nem válik be. És ne legyen kétségünk, amíg valahol beválik, azt fogják csinálni, és abban se legyen kétségünk, hogy ahol nem válik be, ott újjal fognak jelentkezni. A nagy revelációk, felismerések után 2010-ben már úgy állt neki a második Orbán kormány, hogy abszolút radikálisan struktúrákat kell változtatni, mert tudjuk, hogy az elvtársak visszajönnek. Itt a Kaczynszkijék valószínűleg nem hitték el, hogy ezt meg tudják tenni, miközben könyörgöm. Ott voltunk 200 kilométerre tőlük, tökéletesen látták, erős volt a kommunikáció. Bármennyire is nem ugyanaz a, az európai pártsalád, ebből a szempontból tényleg csak a szuverenista felfogás az az, ami számít, kellett volna egymással kommunikálni. Azt gondolták, hogy hát, akkor egyszer eladtuk ezt a sztorit, most is adjuk el. És egyébként ezek az érvelések, tehát ők a, a, az ország határon kívül, Magyarország vagy Lengyelország határon kívül azt mondják, hogy demokráciát fognak most helyreállítani. Ezzel szemben, amikor be, bejönnek az országba, akkor azt fogják mondani, hogy mobilizálni az embereket, meg a, meg a demokratikus tudatot erősíteni, stb. Tehát ez egy kettős játék. Otthon azt mondják, hogy itt le kell győzni a csúnya Kaczynszkit, Morawieckit, Orbán stb. Itt meg azt mondják, hogy ők a demokráciát erősítik. Tehát ez a bullshit valójában, hogy hazudnak.